Jó reggelt, sziasztok, Csárpánk vagyok. 2024. március 6 napján ez a kávé süti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság ma a bitcoin piacokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás, ezek csak a Csárpánk reggeli dinnyögései. Tegnapi nap ismét brutális volt a Bitcoin Spot ETF-eknek a szempontjából. Kettő rövid információt szeretnék ezzel kapcsolatban megosztani. Tegnapi nap folyamán a másodlagos kereskedésben, tehát amerikai értéktősdéken, mindösszesen 9,7 milliárd dollár értékben kereskedtek spot bitcoin ETF értékjegyekkel, vagy részvényekkel, ez mindegyik ETF-et összesen magában foglalja, majdnem 10 milliárd dolláros forgalom mellett nincsen érdeklődés egyáltalán ezek iránt a halott spot, sell news ETF-ek iránt. A másik érdekesség pedig Mindjárt megnyitok nektek a vonatkozó honlapot, ez az LTF Flow honlap, ezt szeretném nektek megmutatni. A tegnapi napon 648 millió dolláros nettó beáramlás volt elsődleges kereskedésben, a spot bitcoin LTF termékekben összesen, ez eddig... A második legmagasabb érték 673 millió dollárral február 28-a vezet, és a tegnapi napon a második legnagyobb nettó beáramlás volt az elsődleges piacon. Tehát azt lehet mondani, hogy az elsődleges piacon a második legnagyobb forgalmat, a másodlagos piacon pedig eddig az abszolút rekord, majdnem 10 milliárdos forgalmat értek el. Ezek a Seldő News Kudarc, Ponci teljesen felesleges spot bitcoin ETF termékek

tegnap a, a Twitteren, tök érdekes volt látni, hogy ugye van ez a, a trendel szemben sortoló társaság, akik egy ilyen nagyon divatos sortos brigád, és gyakorlatilag az 52.000-es kitörés óta egyfolytában sortolták a bitcoint, felegészen majdnem 70 70.000 dollárig, és a tegnapi napon igazából igazuk lett a sortosoknak, végre megérkezett a várt visszahúzódás egy óriási liquidity ránnal a piacon, ugyanakkor az egyetlen probléma a piacon az volt, hogy ahogy a Perp spot indikátoron mutatja, abban a itt reggel 6 óra előtt valamikor, amikor elindult a lefelé mozgás a piacon, ez az intraday grafikon rajta egyébként az intraday skalper indikátorommal és volumen indikátorokkal, de most nem az a lényeg, itt van a per indikátor, nézzétek csak meg. A sortosoknak annyira igazuk volt, hogy gyakorlatilag itt 68-69 ezer dollárnál igazából Elérkezett az a pillanat, amire vártak, megindult a csökkenés, mitől tovább zuhanás a bitcoinnak a piacán. Az egyetlen probléma, hogy ezt ők végig longban ülték végig, tehát gyakorlatilag a piac megint megmutatta azt, hogy teljesen szembe megy a day trader mentalitással. Itt ebben a pillanatban reggel hatkor az addigi folyamatos short a negatív prémium, ami a sortos jelenlétre utal, az átfordult longba. Nap elején végre a Daytraderek bepozicionálták magukat egy masszív longba, és ezt követően tudjuk, mi történt, a többi már történelem, mint egy tízezer dollárt zuhant a bitcoin. Tehát összefoglalásul azt lehet mondani, hogy azok a sortosok, akik 50 pár ezer dollár óta folyamatosan sortolták a bitcoint, azoknak végül igazuk volt, csak mire ez megtörtént, addigra ők már sajnálatos módon longban ültek, és az ő lefele likvidálásuk biztosította a megfelelő impulzust ez a tegnapi lefelé mozgáshoz. Na de nézzük meg a szokásos konszenzió csártokat, hogy mi újság a bitcoin piacán. Who cares about bitcoin? Hetes bitcoin grafikon, konszenzió mozgó átlagokkal és csárpán kereskedési rendszer indikátorokkal, alapvetően a hetes grafikonunkon csend van, rend és nyugalom, egy gyönyörű long 3-as rendszerkezetet látunk, és mindedig ez lesz az irányadó, amíg a bitcoinnak az árfolyamát 52.500 dollár fölött látjuk mozogni, eresi nagyon szépen tart felfelé, már 85-es értéken van csárpánk momentum oszcillátor szépen tart felfelé, hetes grafikonon már most elértük az átlagforgalmat, pedig még csak szerda van, úgyhogy alapvetően egy nagyon szép trendstruktúrát látok, konszenzió -kereskedési rendszerben ez egy long 3-as indikáció, és 52.500 dollár felett az is marad, itt látjátok a táblácskámat egyébként hetesen 3 per 3, 3 naposon, 3 per 3 naposon, pedig 3 per 3, meg is nézzük az alacsonyabb idősávokat. Who cares about Bitcoin? Három napos bitcoin grafikon, meglátjuk, amíg betöltenek, így be is töltöttek a mozgóátlagok, és itt is azt látjuk, hogy van egy szépen fölfelé szélesedő longos mozgóátlag szerkezetünk. A közepes mozgóátlagunk, a 7 periódusos mozgóátlag jelenleg 57.400 dollár magasságában jár, mindaddig, amíg e fölött mozog a bitcoin, addig ez a long 3-as trend struktúra, itt is az irányadó, ez 3 per 3-as kitettséget indokol nekünk ezen a, az idősávon, és azt látjuk, hogy az eresi és a chartbank momentum oszcillátor és szépen éjszakra tartanak, úgyhogy alapvetően három napos idősávon is eddig a bitcoinnak a momentuma, illetve a trendje tökre rendben van. Who cares about bitcoin? Egy napos bitcoin idősáv, itt is egyelőre egy long 3-as rendszerkezetet látunk, azt látjuk, hogy a 7 periódusos mozgó ma 64 ezer dollárnál van, holnapra pedig olyan, az előrejelzés szerint olyan 64 dollár környékén lesz. Ezek most azok a szintek, amiket itt a napos idősávon érdemes figyelni, tudnilik akkor, hogyha itt a, a mondjuk azt, hogy 64 dollár alatt kereskedne a bitcoin egy-két napig, akkor megtörténne a két rövid mozgó átlag között a medvés keresztezés, és akkor ezen az idősávon a jelenlegi 3 per 3 as kitettségből egyet el kellene vennünk, tudni hogy itt akkor visszamennénk egy long 2-es kitettségbe. Csárpánk Momentum oszcillátor azért mutatja már a piacnak a fáradását, itt igazából második a harmadika óta, és az rsi is fel lehet fedezni divergenciát, itt ez már egy alacsonyabb csúcs, ez volt a magasabb csúcs, ez egy alacsonyabb csúcs, és közben az árfolyamban pedig egy alacsonyabb csúcsot és egy magasabb csúcsot látunk, tehát a momentum az picit divergens, itt az egynapos idősávon, brutális, az átlagforgalomnak a háromszorosát csinálta tegnap a spotpiac ebben a azt hiszem, hogy bitcoin történelem könyvekbe kerülő 10.000 dolláros egynapos gyertyában. Én azt hiszem, hogy a tegnapi nap valami ilyen adatot láttam, hogy egy vagy 1 vagy 1,1 milliárd dollár értéknyi tőkártételes pozíciót söpörtek ki a piacról, kizárólag margin formájában, tehát ebben nincs benne az a mennyiség, ami egyébként önkéntesen zárva lett, úgyhogy egy picit fellélegzett a piac, azt az óriási tőkártétes tömeget, amit itt vitt magával ebben az impulzív mozgásban, azt a tegnapi napon kirázta magából, szép, nagyon szép rekordmértékű forgalmat láttunk és itt most egyelőre úgy néz ki, hogy a tegnapi zuhanásnak egy korrekcióját kapjuk, meglátjuk, hogy a mai nap végére hogy fog kinézni. Ahogy mondtam, jelenleg a 64 ezer dollár nagyjából az a szint, amit itt a napos idősávon figyelnünk kell annak érdekében, hogy fel legyünk majd készülve a portfólió méretnek az esetleges csökkentésére, amennyire erre, amennyiben erre indokot látunk. So just please stop talking about this shit. Köszönöm szépen a figyelmeteket, ennyit ma reggel a Bitcoin piacokról. Remélem, hogy szeretitek ezeket a rövid kis összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a Bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor holnap reggel ismét tartsatok majd velem. Szép napot és jó kereskedést mindenkinek Seld News. Sziasztok!